Nem lehetett panasz az élményfürdő látogató számára hét közepén Nyíregyháza sóstón. Néhány nap múlva pedig, ha az időjárás is úgy akarja, már a szabad ég alatt is megtelhetnek a medencék. Pénteken a tavalyival megegyező jegyárakkal nyitja meg kapuit a parkfürdő, amely az idei strandszezonra újdonságokkal is készül a látogatók számára. Podlovics Lajos, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatója elmondta, számos esztétikai átalakítást láthatnak a zöldövezetben a vendégek. Emellett fontos változás az is, hogy a következő hónapokban minden nap lesz lehetőség reggeli úszásra, az ingyenesen igénybe vehető napozóágyak mellett pedig már külön bérelni is lehet majd nyugágyakat. Ennek a fürdőnek az a különlegessége, hogy az egyébként nagyon-nagyon jó és színvonalas medence és fürdőszolgáltatási kínálata mellett egy óriási, és gyakorlatilag azt elmondhatjuk bátran, hogy országos szinten párját ritkító parkfürdő és ligetes környezet várja a hozzánk érkezőket, amit nagyon-nagyon sok vendégünk ki is emel. Az idei évben, ami még újdonság, hogy a szezonban 6 órától reggel 8 óráig minden áldott nap lesz reggeli úszásra lehetősége a vendégeinknek. Nekik 8 óra 30-ig, tehát nyitás előtt egy fél órával kell elhagyni az úszómedence és az öltözők területét, és ezt követően reggel 9-től pedig már a normál standi forgalom fog majd érkezni hozzánk. Illetőleg, ami mindig fontos, hogy június 23-ától elindul az éjszakai fürdőzés is, ami egy garantált program, a nyár végéig és minden szerdán és pénteken este elérhető lesz. Podlovics Lajos hozzátette, a tavaly nyári 200 ezeres látogatószám már kezdte megközelíteni a 2019-ben regisztrált rekordszezont. Abban bíznak, hogy ezen a nyáron még többen váltanak jegyet a parkfürdőbe, és a külföldi turisták aránya is tovább emelkedik. Ehhez természetesen nagyban hozzájárulhat Sóstó komplex vonzereje, benne a széles szállodai kínálattal, a májustól újra üzemelő szökőkúttal és a sóstói múzeumfaluval. A tavalyi szezonban a vendégforgalmunk 30%-át adták a külföldi vendégek, ez a Covid előtt 40% volt, ami azt jelenti, hogy majdnem sikerült visszalépnünk arra a szintre. Ami hiányzott innen még a külföldi vendégforgalom tekintetében, az az Ukrajnából érkező vendégek, akik most értelemszerűen ugye nehezebben tudnak eljutni, vagy nem tudnak eljutni hozzánk fürdőzni. Érezzük és sajnáljuk is egyébként, hogy ez így van, bízunk benne, hogy rendeződik majd a helyzet mihamarabb, és akkor ők is tudnak hozzánk ellátogatni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha tavaly ezt a szép számot tudtuk produkálni, meghozni, bízom benne, hogy az idejében még föl is tudjuk majd szárnyalni. A nyitás hétvégéjének programjaival elsősorban a gyermekeknek kedveskednek, többek között koncert és bábszínház szórakoztatja majd a kicsiket. A felnőttek számára az augusztus első hetére tervezett Sóstó Sharefest, valamint több sportesemény teszi színesebbé a parkfürdő által kínált szolgáltatásokat.